Szeretettel üdvözöllek benneteket a mai egynapos zen záró tanításán, és ahogyan az lenni szokott, recitáljuk el közösen az Om Nam mantrát 7-szer. Az Om Nam mantra, ez a hagyományunkban az univerzum a maga tisztaságában, ennek a mantrája. Köszönöm szépen! Réges-régen volt egy fiatal ember, ilyen 28 éves forma, akit ért egy nagy megrázkodtatás. Hallhattál arról, hogy nehéz helyzet az, mire viheti az embert, például, hogy eljöjjön egy zen templomba, de úgyhogy eljöttél valószínűleg számodra sem ismeretlen ez az érzés, hogy egyszer csak az élet ad egy nagy pofont, vagy valamitől úgy tátva marad a szád, és nem tudsz választ adni arra, ami körülvesz. Nem tudsz arra a változásra, az addigi megszokott gondolataiddal, cselekedeteiddel válaszolni. Réges-régen ebben a történetben a 28 éves férfival ugyanez történt. Igazándiból semmi különleges nem történt. Annyi történt, hogy egy nagyon jó módban élő emberről van szó, akit nagyon jól tanítottak, várta egy remek állás, hogy egy kis országot vezet majd, és tényleg annyira jó viszonyok között élt, hogy csak a jót látta, és egyszer csak látott egy öregembert, látott egy beteg embert, és látott egy halottat, egy holttestet. És a legenda úgy tartja, hogy egészen addig az édesapja kínosan ügyelt rá az udvartartás segítségével, hogy ilyet ne is láthasson. Hogy ez 28 évig sikerülhetette, hát kérdőjeles, viszont lehet az is, hogy amiről a hagyomány így beszél, hogy az édesapja ennek a fiatalembernek nem engedte, hogy ilyen csúnya és félelmetes dolgokat lásson. Ez lehet, hogy egyszerűen azt jelenti, hogy ezt a fiatal embert a nagy jó módban egész egyszerűen nem is érdekelték ezek a dolgok. Voltak nők, volt jó kaja, volt ital, mindenféle harci játékokat lehetett játszani, lehetett szórakozni, és egyszerűen lehet, hogy észre sem vette azt, hogy hát emberek néha eltűnnek, néha nem tudnak fölkelni az ágyból, néha végleg eltűnnek, de egyszer csak, amikor éppen gyereke született, valahogy mégiscsak ezek a dolgok, amiket látott, hogy halott ember, beteg ember, öreg ember, ez nagyon súlyosan megérintette a lényének a legmélyén. És belegondolt abba, amikor megtudta, hogy hát most ez rám is vár, meg az egész udvartartásra, feleségemre, gyerekemre, apámra, mindennyian meg fogunk halni, megöregszünk. És amikor hát úgy igazán mélyre ment, hogy igen, akkor rájött, hogy itt alapvető probléma van. Tehát, hogy ez így nem lesz jó. Ezt nem lehet félváról venni, hiába ott van a család, a trón, a nagy ország, amit vezetni kell, ez így nem lesz jó. Kicsit olyan ez, mint hogyha
elképzelnéd azt, hogy fölébredsz, és egy repülőn találod magad, felszálltál egy repülőre, kicsit elaludtál, fölébredsz, mondjuk sötét van, mindenképpen vagy filmet néz, vagy eszik-iszik, vagy olvas, vagy alszik, és akkor körbe nézel, hát nem jön senki, nem jönnek a sztjuárdeszek, kicsit szorított alul a dolog, úgyhogy hát elmész megkeresni a kis mellékhelységet, és több mondjuk zárva van, úgyhogy jó előre kell menned, és egészen elmész a repülő elejébe, és ahogy mennél be a mellékhelységbe, akkor azt látod, hogy hát ott úgy a pilótafülke, hogy nyitva van. Az úgy mondjuk nem szokott nyitva lenni. És mondjuk tegyük föl, hogy ez úgy igazán elkezd téged zavarni, hogy most miért van nyitva a pilótafülke, úgyhogy nem mész be a mellékhelységbe, hanem bemész a pilótafülkébe, és azt találod ott, hogy teljesen üres a pilótafülke. És repül a repülő, robotpilótára van kapcsolva, pilóták nincsenek, és mondjuk van még egy olyan 8-9 órára üzemanyag. Sötétbe repültök a, nem tudom, Indiai óceán fölött, mint a MH370-es járat, ami ott egyszer csak eltűnt a semmibe, és hát ott vagy ezzel a problémával, hogy hát 8-9 óra múlva le fogunk zuhanni, és pilóták nincsenek. Na akkor mit csinálsz? Ez azért egy elég megrázó rémálomhelyzet lenne, és hát mondjuk, ha nem esel kétségbe, akkor lehet, hogy oda mész, és más embereknek elkezdesz szólni, hogy hát gyere, ébredj föl, hát nincsen pilóta. De lehet, hogy nem ébredt föl az ember, vagy oda mész valakihez, aki éppen néz valami akciófilmet, vagy ilyen lezuhanós repülős műsort, és akkor hát mondod neki, hogy nincsenek pilóták, jaj, ne hülyéskedj már, mert mindenhol van pilóta, és nézi tovább a filmet. Vagy éppen oda mész emberekhez, akik beszélgetnek, azok is inkább hagyj minket békén, gyere, inkább igyál valamit. És lehet, hogy senkinek nem tudod elmondani, hogy hát már pedig le fogunk zuhanni, és nincsenek pilóták. És akkor persze olyan taktikát is választhatsz, hogy jó, hát lehet, hogy tényleg csak rosszul láttam, úgyhogy nem tudom, elmész és kinyitod az összes pezsgőt a fedélzeten, és mind megiszod. És amikor mondjuk egy-két órára berúgsz, akkor jó, és amikor kezdesz újra kiózanodni, akkor megint eszedbe jut ez a pilótafülke dolog, úgyhogy akkor megint iszol. Mondjuk ez egy ilyen klasszikus magyar életstratégia dolgokat illetően. Vagy az is lehet, hogy közben beteszel egy filmet, és akkor nézed, és iszol is hozzá. És akkor el vagy azzal, hogy nézed a filmet, aztán egyszer csak lezuhan a repülő, és akkor kész. Hát nagyjából ilyen az életünk. Ez most egy ilyen meredek rémálom hasonlatnak tűnt, de valójában igazándiból, amíg nem érint meg valamilyen nagy válság hatására az a kérdés, hogy mi az élet, mi a halál, honnan jövünk? Hová megyünk? Mi volt, mielőtt megszülettél? Mi lesz, miután meghalsz? És aztán ezeket a kérdéseket, hogyha veszed és egyre inkább közel engeded magadhoz, akkor látni fogod, hogy egy nagyon nagy kérdés mindennek az alján az, hogy de tulajdonképpen a ki vagyok én? Mi ez bennem, aki lát a szememmel, aki hall a fülemmel, mi ez, aminek ez a teste van, ami el fog múlni, ami beteg lesz, meghal. Mi ez az egész? Amíg ennek a kérdésnek a mélyére nem jutsz el, addig nem látod, hogy valójában egy olyan repülő az életed, amiben nincsen pilóta. Robotpilótával valamilyen irányba mész. Lehet, hogy Ausztrália felé, lehet, hogy az óceán közepére, lehet, hogy Amerika felé, de egy nem tudatos folyamat van ott. És hát ezt vette észre a Buddha is annó, mert róla volt szó, a fiatalemberről gondolom kitalálhattátok, aki akkor még Gautama Siddhartha herceg volt, később, amikor több évet eltöltött, 6 évet az erdő mélyén különféle aszketikus gyakorlatokkal, utána kezdték őt hívni úgy, hogy Buddha, vagyis ami annyit jelent, hogy a felébredett. Aki észrevette, hogy egyébként robotpilótával repülünk a semmibe. És ő ettől annyira megrázódott belül, hogy azt mondta, hogy hát így nem kell se a királyság, így az sem kell, hogy én egy jó családapa legyek. Ez mindennél fontosabb. Mindennél fontosabb, hogy
az igazságot megtaláljam. Amit utána csinált, hogy fölállt, hátrahagyott mindent, kisgyereket, feleséget, édesapát, országot, azt nem feltétlenül kell ilyen drasztikusan lemásolni. Ő egy harcos karmájú ksatria ember volt, nagy elszántsággal, nagy elhatározással, harcos erővel, úgyhogy ez a harcos erő megnyilvánult ebben, és hogy akkor megyünk, és akkor megnézzük, hogy mi van, és akár a éhhalál szélére jutunk az erdőbe, mint ahogy ez többször meg is, be is következett, még nem eljutott oda, hogy hát a középút talán a legjobb, mert sem az nem jó, ha túlfeszíted a húrt, sem az nem jó, hogyha túl laza a húr, mondjuk egy húros hangszere, mert nem lehet rajta játszani. Ez vetett véget az aszkézisének, amikor ezt hallotta, hogy egy zenész, mester okítja a fiatal tanítványt, hogy hogyan lehet jól egy ilyen landszerű hangszeren játszani, és aztán szépen lassan eljutott oda, amit ismerünk, hogy akkor ott a bódhifa alatt visszaérkezett teljesen a pillanatba, és akkor utána már a tanításnak élt. De ez az a folyamat, amikor valaki elindul, és választ keres erre a kérdésre, hogy ki vagyok én. És nagyon fontos azt látni, hogy ez ugyan unalmasnak hangozhat meg ilyen, hát nem túl biztatónak, hogy valójában ezekre, meg erre a nagy kérdésre szóban nemigen van válasz. De tapasztalhatsz valamit, amiről itt többen beszélünk, ami elvisz a válasz irányába. És a legjobb válasz az, amikor eltűnik a kérdés. És ezt nem mondom, hogy gyorsan el lehet érni, de ha egy ilyen útra lépsz, az megadhatja azt az élményt, hogy szépen lassan előkerülnek a pilóták, és utána le tudod tenni azt a gépet valami értelmes helyen. Meg mivel egy zen hagyományban ülünk, ami egy mahajána hagyomány, akkor azért egyre több utast azon a repülőn magad mellé állítasz, és együtt haladtok az úton, együtt oldjátok meg a problémát. Úgyhogy hát ez a hagyomány, úgy, mint sok más ilyen spirituális hagyomány is ezekkel a nagy kérdésekkel foglalkozik, és az út közben, amikor a nagy kérdésekre keresed a választ, sok minden megtörténhet, például megtörténhet az, hogy harmonikusabbá válik az életed, hitelesebbé, kongruensebbé válsz, hogy magyarul fejezzük ki magunkat, személyiségedben is, de alapvetően itt nem ez az elsődleges cél. Az elsődleges cél az, hogy legyen egy nagy megrázkódtatás benned, egy nagy kérdés, és aztán indulj el és keressél. Tapasztalhattad azt, hogy sok mindent csinálunk, itt hosszan éneklünk, hosszan ülünk, és igazándiból nem biztos, hogy ez olyan kényelmes, nem biztos, hogy ez olyan finom. És ami itt tarthat, és ami végigvihet az úton, az nem az, hogy a kis pillanatnyi örömöket keresed, akkor menj el inkább egy wellness hétvégére, és ennek is megvan a helye, tehát nyugodtan tudom ajánlani, hogy ezt is használjátok ki, a testnek és a léleknek is meg kell néha adni azt, hogy pihenjen, viszont ezt a típusú gyakorlatot hosszú távon azért nem tudod csinálni, hogy csak ilyen pillanatnyi örömérzést hajszolj, viszont azért igen, hogy alapvetésekben a nagy kérdések után menjél, és legyen róla valami tapasztalatod. Ez az első megrázkódtatás, amiről beszéltünk, hogy ez mindenkinek más lehet párkapcsolati válság, lehet egy haláleset, lehet valami betegség, lehet óriási lelki fájdalom. Ez az, amikor észreveszed, hogy hát üres a pilótafülke. Ez az, ami ott tart az ülőpárnán. Ez az, ami napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra bevisz a dharmaterembe, akár 5-6-10 év után is elénekled ugyanazokat az énekeket, és csinálod a gyakorlatot, hiszen ott lesz ez a belső mély motivációd. Úgyhogy belső mély motiváció elhatározás nélkül
nincsen spirituális út, nagy kérdés, nagy nyitottság nélkül szintén nincs spirituális út, nagy hit és nagy bátorság nélkül sincs. Tehát kell ehhez bátorság is, hogy újra és újra vállalod a szembesülést, újra és újra vállalod a nehézségeket, és kell egy olyan hit is, ami nem egy olyan hit, hogy most valamilyen soha nem látott istenségben kell neked hinned, hogy van szembószál, és akkor innentől kezdve te csak van szembószál kártyák felé hajlonghatsz, hanem ez egy olyan jellegű hit, amit minél többször gyakorolsz, egyre inkább magad számára nyilvánvalóvá válhat. A saját tapasztalatod által nyilvánvalóvá válhat, hogy működik a gyakorlat, és ebbe az irányba érdemes haladni. Úgyhogy nagyjából ez az az út, amiben mi itt segítséget tudunk nyújtani, mint stewardess, mint steward, mint esetleg másodpilóta, gépész, esetleg kapitány, hogy hogyan tudod az életed repülőjét valami olyan irányba beállítani, ami már nem csak rólad szól. Nagyon érdekes ez, hogy ez a természetes fejlődési hajlam, ami mindannyiunkban megvan, egyébként van egy, nem tudom, hallottatok róla, egy Carl Rogers nevű híres pszichoterapeuta, már meghalt jó ideje, de egy nagy iskolateremtőről van szó. Ő gyerekkorában egy farmon nőtt föl, és hát látta a növényeknek a növekedését, meg a hogyan kell ezt csinálni, hogyan kapsz jó termést és jó növényeket, és ez megmaradt benne, és azt látta, hogy az emberekben is megvan ez a természetes fejlődési, növekedési hajlam, hogy egyre integrálódás, hogy egyre inkább haladunk valami teljesség felé, és ő mélyen hitt ebben, és azt is látta, hogy igazándiból a legtöbb, amit tehetünk, mint a jó gazda, olyan feltételeket teremtünk, napsütés érje a növényt, víz érje a növényt, tápoldat érje a növényt, amelyben a növények ideálisan nőhetnek. Ugyanígy van a személyiségünkkel, és ugyanígy van a spirituális úttal is, hogy meg kell adnunk magunknak az ideális körülményeket, vagy legalábbis az optimális körülményeket, és aztán hagyni kell ezt a belső növekedést magától dolgozni, és nem erőltetni. És ez az életünk során úgy zajlik, hogy először kialakul egy személyiség, és aztán jó esetben az élet második felében elkezdünk keresni valamit, ami ettől a személyiségtől nagyobb, több, és valami, amit már gondolatokkal nem feltétlenül tudunk körülírni. Úgyhogy nagyjából ez az utunk, és én nagyon örülök, hogy vettétek a bátorságot, és eljöttetek, és keresitek a pilótát és az irányítás átvételét a robotpilótán repülő fölött, és engedtek a természetes fejlődési lehetőségnek és a fejlődési folyamatnak, amely mindannyiótokban ott van, mindannyiunkban ott van. És nagyon remélem, hogy tetszett annyira, vagy megízleltétek ezen a kis zen borkostolón annyira a különféle technikákat, hogy máskor is eljöttök, és otthon is gyakoroltok majd, hogy minél többször együtt, közösen gyakorolhassunk egy olyan irányba haladva, amellyel először magunk számára, aztán a környezetünk számára is valami harmonikusabbat, integráltabbat teremthetünk. Úgyhogy most van itt a lehetősége annak, hogy bármilyen jellegű kérdést föltegyetek, ugyanis a Dharma beszédek a kissé unalmas és absztrakt fejtágítás után úgy szoktak folytatódni az igazán jó résszel, hogy arról lesz szó, amiről ti szeretnétek. Tehát bármilyen kérdés fölmerült most, vagy úgy általánosságban, azt nagyon szívesen várom, kaptok egy mikrofont, és már mondhatjátok is. Nem szerettem volna első lenni, de
ember tervez, Isten végez. Megpróbálom érthetően feltenni a kérdést. Nagyon jó. A nap elején volt arról szó, hogy ugye az is a célja, vagy elsődlegesen az a célja a meditációnak, hogy tisztítsuk a tudatunkat. És utána jött a gondolkodás és a cselekedet. Azt jól érzem-e, hogyha minél tisztább a tudatom, akkor lehet, hogy egyre kevésbé van szükségem a gondolkodásra. Tehát, hogy mondjuk hihetek, bízhatok jobban az intuícióimban? Tehát, hogy ugrok a tiszta tudattal egyből a cselekvésre? Milyen színű a padló? Barna. Nagyon jó. Na, hát például így működik a tiszta tudat, már is Buddha vagy és éber vagy. Gratulálok! Ezek az ilyen kis zen trükkök arra jók, hogy általában nagyon túlbonyolítjuk a helyzetünket, meg túlbonyolítjuk magunkat is. És az élet általában ennyire egyszerű, hogy milyen színű a padló, barna. Remekül működik a tudatunk, működik az agyunk, működnek az érzékszerveink, amennyiben egészségesek, és minden rendben van, és a helyzetnek megfelelően kell reagálni. Amikor mondjuk matek példákat kell megoldani, vagy bevásárlólistát kell tervezni, vagy egy utazást kell megtervezni, akkor teljesen jó a gondolkodás, és én most rögtön kivenném ezt az ilyen spirituális veszőparipát, hogy a gondolkodással bármi baj lenne. Szeretjük démonizálni. Leginkább úgy fogalmaznám meg, hogy a gondolkodás kapcsán mi a probléma, hogy néha olyan szerepet is adunk neki, amire nem alkalmas. Tehát mondjuk olyan, mintha egy laptoppal szeretnél kimenni és fölásni a kertet. Nyilván lehet ásni valamennyire a laptoppal, csak nem arra való. Tehát a gondolkodásra és az agyunkra is érdemes úgy tekinteni, mint egy eszközre. Érdekes ez, hogy a keleti filozófia és a zen jógacsára iskolájának a megfogalmazása szerint az elme, az agyunk, ez a gondolkodás is egy érzékszerv. Ők érzékszervként sorolják be a szem, a fül, az orr, a nyelv, a tapintás és az értelem. Ugye itt az értelem, mint egy érzékszerv, tehát egy eszköz. És ha így tekinted, az már sokban segít, mert azt, amit produkál, nem tekinted abszolút értékűnek. És akkor már is a helyére tetted. Erre szoktuk mondani, hogy az elme, a gondolkodás az nagyon jó szolga, de nagyon rossz házi úr. És érdemes valami mást, valami többet megtenni házi úrnak. És akkor mindenki tudja a helyét. A szemed is, a füled is, az orrod is, a nyelved is, a tapintásod is, és a gondolataid is. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, egyszerűsíteni tudod a belső állapotodat, harmonikusabbá tudod tenni. Meg tudod az összhangot teremteni a tapasztalataid között, a gondolataid között, a beszédet között, a cselekedeteid között. Mert általában, amikor szenvedünk, akkor valamilyen diszharmónia van ezek között. Tehát például mondjuk egy klasszikus eset, valakinek hát problémásak voltak mondjuk úgy a szülei, és nem tudták kellően szeretni. Akkor kialakul általában egy eléggé hibás önkép, amelyben mondjuk, aki nem kapott szeretetet, folyamatosan bántalmazza magát. Különféle szinteken, ennek vannak spektrumon sokféle változata, és akkor ott egy olyan probléma van, hogy van az emberünk a világban, már felnőtt, de igazándiból nem látja, nem érzi harmonikusan a tapasztalatok, a tudatosság, a cselekedetek közötti összhangot, mert már eleve a tapasztalás egy nagyon súlyosan szűrt tapasztalás lesz. Mert mondjuk mindent azon a szemüvegen keresztül lát, hogy én egy utálatos valaki vagyok, engem csak utálni lehet, és semmit nem tudok jól megcsinálni. Például. És akkor ez egy olyan diszharmónia, ami miatt
úgy érzed, hogy ránézel az emberre, és mintha így el lenne szívva az életenergia belőle. És ennek az ellentétes folyamata az, hogyha szépen lassan kihozod magad mondjuk például ebből, és mindazt a gondolkodást, azt a sémaszerű gondolkodást, ami ezt az energiaveszteséget létrehozza, szépen lassan elengeded. Nem a gondolkodással van baj, hanem azzal a sémával, ami szerint folyt, és ezt hosszú-hosszú munkával egyre inkább meg lehet teremteni. Pillanatszerűen nagyon könnyű, erre szoktuk tanítani ugye azt a pontot, ami a zennek egy nagyon zseniális tanító eszköze, hogy mondjuk fogunk egy zenbotot, és a következőt tesszük vele. Ez a legszebb pillanat, amikor most nyugodtan vehetjétek, hogy van a fejetekben egy ilyen Orosz Ádám, mint én, és folyamatosan újabb és újabb dolgokat mond, és akkor nagyon jó, amikor egy pillanatra van egy ilyen botütés, és egy nanoszekundumnyira, vagy egy másodpercnyire, akkor ott semmi mintázat és semmi séma nincsen. És utána újraindul. Úgyhogy ha ezt a pillanatot ki tudod szélesíteni, akkor egyre tisztábbak a tapasztalataid, egyre harmonikusabb vagy belül, és akkor a gondolkodás sem lesz annyira bonyolult, és nem fog akkora nyomást gyakorolni rád. Úgyhogy folyhat a maga medrében tisztán, és mindenki javára, meg a te javadra is. Ide még egy dolgot mondanék, ami úgy körülbelül azt az emberi minőséget talán érzékelteti, amit ezzel el lehet érni. Múltkor néztem egy videót Szungszán Zen mesterről, aki ugye Csongan Szunimnak a tanítója volt, egy nagyon-nagyon nagy formátumú koreai zenmester volt, és amerikai tanítványok emlékeztek rá vissza. És az egyik tanítvány azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy hát mit tudna mondani Szungszán zenmesterről, picit elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát ha egy visszagondolok, tulajdonképpen azóta sem találkoztam ennyire élettel teli emberrel, mint amilyen ő volt. Hogy egyszerűen élvezet volt vele minden pillanat, minden nap úgymond nagy nap volt, holott nem beszélt ennyit, mint én. Nagyon egyszerű, ilyen tört angolsággal, mosolygós arccal mondott egy-két dolgot, ütött a bottal, meg visszakérdezett. De mégis valahogy akkora szabadság, akkora jelenlét volt benne, amit egyébként megnézhettek ti is, van vele egy-két ilyen viszonylag rossz minőségű videó, de még ott is átjön ott jön a személyisége, hogy ez az az ember, aki szabad belül, aki nem nyom valamilyen súlyos belső teher, hanem így vagy úgy vagy amúgy meghaladta. És még azt sem mondanám, hogy feltétlenül mindent te tudsz radírozni a tükörről, mert nem biztos. Lehet, hogy valaminek a nyoma egész életedben ott marad, viszont hogyha ez történik, akkor is az biztosan elérhető, hogy szabad legyél tőle. Tehát, hogyha nem is tudod levenni mondjuk a piros kabátot, piros kabátba is jól tudsz lenni, vagy kicsit lehet, hogy meg tudod lazítani, és akkor már jobban vagy. De cselekedni ebben a pillanatban mindig tudsz tisztán. És igazándiból ez a cél, hogy egy energia vesztett állapotból egy cselekvőképes, harmonikus állapotba eljussunk, aminek a tiszta észlelés és a tiszta gondolkodás is a része. Köszönöm. Nagyon szívesen. Mennyire probléma az, hogyha az érzelmeim befolyásolnak? Tehát ugye, hogy valamit tapasztalok, uh-huh. és a tisztánlátást az abszolút ugye befolyásolják az érzelmeim, amik megjönnek. Uh-huh. Tehát ugye az lenne a feladat, hogy amikor valamit tapasztalok, akkor megtisztítsam az érzelmeimtől is ezt a tapasztalást? Hogy jó döntést tudjak hozni? Hát próbáld ki. Így kitörlöd az érzelmeidet, és akkor egyszer csak majd így bejön a dharmaterembe egy ilyen Darth Vader. Bár neki vannak érzelmei, a harag, ugye, a megsértettség, aki egy ilyen terminátor, és akkor megmondod, hogy I'll be back, és akkor mindenkit halomra lősz, majd kisétálsz. Nem. Tehát ezt nyilván viccelek csak. Igazándiból az első lépés az, hogy
megteremts magadban egy elfogadó teret, amelyben megengeded magadnak mindazt, ami fölmerül benned. Mert nem csak a fészkelődés, nem csak a kinti-benti zajok, ajtócsukódás, egyéb van ott a meditációban, hanem az összes gondolatunk és az összes érzelmünk is. Amint elkezded azt a játékot játszani, hogy te ebből szeretnél bármit lenyomni, elnyomni, eltüntetni, kiradírozni, meghaladni, transzcendálni, átlátni, látás által megszabadulni, onnantól kezdve vesztettél. Tehát amint valaki megteremti a versenyt, már is vesztett. Eleve nem kell versenyt teremteni, hanem onnan kezdjük tényleg a nulláról, hogy minden, ami éppen megjelenik, annak szabad lennie, lehet, megengedem, még akkor is, ha kellemetlen. Nyilván általában kellemetlen dolgokkal szokott bajunk lenni, de hosszú távon nagyon nem kifizetődő. Erre van az a régi mondás, hogy ha bemész a vadonba, és üldözöd az oroszlánt, és lelövöd, akkor ragadozóvá váltál. Ha viszont menekülsz előle, elkap és megesz, akkor is ragadozóvá váltál. Tehát mind a két szélsőség rossz. Nem azt mondom, hogy ha valami szenvedést okoz, mondjuk egy súlyos érzelmi teher, ott hosszú távon ne az lenne a szándék, hogy ez a szenvedés nyomás valahogy csökkenjen, de akkor is első lépésként egész egyszerűen meg kell engedni a létét. Ez olyan, mint ahogy egy békülés folyamán is, egy másik emberrel, valahol csak ott tudsz elindulni, hogy hát le kell ülni, és akkor akármennyire nem szeretnél vele egy szobába lenni, ha mégis hajlandóak vagytok mind a ketten a békülésre, akkor valahogy közeledni kell egymáshoz, meg kell próbálni empatikusan megérezni, hogy mi van a másikban, és akkor általában el lehet jutni egy olyan pontig, hogy hát tényleg nem vagy egy olyan szörnyeteg. Ugyanez van a saját belső dolgainkkal, az érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Amíg nem tudunk empátiával, elfogadással fordulni, változtatni se fogunk tudni rajta. Mint ahogy a másik emberen is, amint próbáljátok ki, biztosnak mindenkinek van már ilyen tapasztalata, hogy láttál valakit, aki szerinted nem jól csinálta a dolgokat, oda mentél, és világosan megmondtad neki, hogy már pedig azt kell csinálni, így és így és úgy, biztos, hogy nem működik. Még azt mondom, hogy gyerekeknél, meg fiataloknál, és ahol azért mondjuk tanárként akár egy 18 éves embernek még egy csomó mindent példaként meg kell mutatni, hogy mondjuk ez így érdemes csinálni. De ott is, hogyha te eljátszol egy kemény diktátort, biztos, hogy nem fog átmenni az üzenet. Úgyhogy ezt könnyebben átlátjuk kívül. Én most arra szeretnék rávilágítani, hogy belül, magunkkal szembe ezre nagyon-nagyon nagy szükség van. Nem mellesleg, minél inkább meg tudod ezt belül csinálni, a többiekkel is könnyebb lesz. Ez, amit hallhattál is a bevezetőben, hogy mások problémások, vagy én vagyok-e a problémás. De ezt megfordítod, minél inkább elfogadod magad, annál inkább látod másoknak is a helyzetét, és sokkal inkább odaforduló tudsz velük lenni. Úgyhogy könnyű belesni abba a hibába, itt zen körökben is, de bármelyik más ilyen ént meghaladni kívánó útban, hogy démonizáljuk az érzelmeinket, a gondolatainkat, és elképzelünk valami olyat, hogy majd milyen lesz, amikor ez nem lesz, vagy amikor megvilágosodottak vagyunk, vagy elképzelünk egy ilyen aranybuddhát. Én biztos, hogy valahol valami ilyesmit csináltam az elején, hogy azt gondoltam, hogy hát nem vagyok jól, láttam, hogy ez már olvasással, meg gondolkodással nem megy, és akkor majd vannak ezek a Jedi mesterek, akik ilyesmi ruhát hordanak, és akkor ez már úgy valami. És akkor ott már biztos egy olyan mértékű minőségi változás van, hogy ez már tényleg nem emberi, és akkor volt bennem egy kép, ami aztán szépen lassan lebontódott, hogy ez nincsen így, mindenki ember,
az van, hogy van, aki már régebb óta halad egy ilyen úton, és sokkal több tapasztalata van, van, aki kevésbé régen, de nagyon sokat tud segíteni, amikor az a kellemetlen dolog bekövetkezik, hogy ezektől az illúzióktól megszabadulunk belül, hogy rossznak tekintsük magunkat, hogy valamit el akarjunk nyomni, hogy valamilyen ideálképet el akarjunk érni, ott kezdődik igazán a gyakorlat. És aztán az, amit szeretnénk elérni, az egy egészen más dolog, amit azáltal tudunk aztán szépen lassan megérteni és élni, hogy a gondolkodásunk meg a hozzáállásunk megváltozik. Itt általában az a probléma, hogy egy olyan gondolkodásmódból próbálunk kivetíteni valamit, hogy majd milyen lesz a jó, ami azt a úgymond jót önmagában nem tudja megvalósítani. Mert, ahogy beszéltük reggel, a gondolkodásunk alapvetően duális természetű. És maga az a felébredés, amiről ezek a hagyományok beszélnek, az pontosan a dualitások, beleértve a szenvedés és megvilágosodás kettősségének a föloldását, meghaladását jelenti. Tehát ezért van az, hogy mindenféle ilyen fogalmi gondolkodás végső soron félrevezető lesz, de ez nem jelenti azt, hogy ez hiba, hanem csak, hogy lássuk a helyét, amiről már korábban is beszéltünk. Úgyhogy summa summarum, nyugodtan hagyj magadban mindent megjelenni. Azért kell a gyakorlat, hogy legyél kellően erős ahhoz belül, hogy el tud fogadni azt, ami megjelenik. Mert néha van, hogy olyan teher az, ami belül megjelenik, hogy egyszerűen nem tudjuk elviselni. Erre aztán utána sokféle technikát használhatunk, nem feltétlenül az ülőmeditáció a jó mindig, van, amikor a leborulás, van, amikor az éneklés, de végül is mindegy. Az a lényeg, hogy legyen belső erő, és aztán ez fejlődik egyre inkább, egyre erősebb lesz a központod, a tantiened, és akkor egyre terhelhetőbb leszel. És úgy érhető el hosszú távon valami olyasmi, hogy egyszer csak azt fogják mondani, hogy fú, milyen élettel teli ez a kedves barátnőnk. Hú, ez mit csinálsz? És néha így rárakuljam zen templomba. Zen templomba? Hú, igen. Azon mi is megyünk, hát mi is akarunk ilyennek lenni. Tehát ez. Visszakérdezhetek? Hogyne. Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az elfogadás. Tehát, hogyha negatív érzelem jön, akkor mindenképp először az elfogadás. De akkor utána meg azt ne hagyjam, vagy hagyjuk, hogy azonosuljunk ezzel a negatív érzéssel. Tehát, hogy lehúzzom, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát elfogadom, de nem azonosítom magamat vele. Tehát, hogy mondjuk haragot érzek valaki iránt, oké, megengedem magamnak, hogy haragot érzek, hiszen érzem, tehát nem tagadhatom meg, hiszen érzem, ember vagyok, érzem. De nem adom át magamnak a haragnak, és nem kiabálok rá. Az addig nagyon jó, hogy ha már a reakciótól tudsz tartózkodni, tehát, hogy elővennéd a lézerkardot, és ketté vágnád, az már elég visszafordíthatatlan. De egyébként belül, hogy mit csinálsz, az rajtad áll. Nyugodtan át is adhatod magad annak, hogy képzeletben lézerkardozod, és akkor az is egy dolog. Tehát vissza lehet ezt persze fejteni, hogy általában valamiféle összeomlás, harag mögött mondjuk, egy bizonytalanság, egy megalázottság van mondjuk, és akkor a természetes immunreakciója érzelmileg a testnek, hogy haraggal reagál. Ahogy, ha már most itt a csillagok háborúja annyiszor fölmerült, nézzétek meg azt a jelenetet, amikor a Palpatine császár sötét oldalra áttereli Anakint, ez egy nagyon jó kis pszichológiai folyamat, és ugye van ott az a rész, amikor mondja, hogy érzem a haragodat, erőt ad, fókuszál. Ez a haragnak a szerepe. Erőt ad neked, és fókuszál, és képessé tesz arra, hogy megküzdjél a mamuttal, vagy az ellenséges törzsnek a támadóival, és akkor mondjuk, amikor
jön az ellenséges csapat, akkor rátörnek a férfiak a jurtában, és akkor mit tudom, kikaparod a szemét, vagy valami, és akkor meg túlélted. Tehát ezért jó a harag, ezért fejlődött ki, tud destruktív lenni. Ön és más gyilkoló, hál' Istennek emberiség szintjén már egy picit máshol vagyunk, vagy nem tudom, ezt most újra fogalmazom, mert nem biztos, mint a törzsi harcok idején, ugyanaz van, csak más formában egy picit. De ez nem jelenti azt, hogy mi nem lehetünk ettől kulturáltabbak, úgyhogy nyugodtan engedd meg magadnak a bosszú fantáziát, próbálj ki sok mindent. Annyi jó, hogy ha ilyen olyan dolgot nem csinálsz, ami után jönnek a kék villogós autók, és így elvisznek ilyen láncra verve, mert az, hát ott is lehet aztán gyakorolni, csak nehezítettebb körülmények között. Tehát az azért nem annyira kellemes, meg utána még lehet, hogy karmikusan is még egy-két ilyen körbe belekerülsz, amiben nem jó belekerülni. De alapvetően, mondom, belül mindent megtehetsz, és ez egy nagy szabadság. Még azt is kivenném, hogy ezen is túl gondolkodjuk magunkat, hogy akkor megélem, de nem élem ki. Belül lehet olyan is, mindent szabad, tacsra is vághatod magad egy kicsit a haraggal, és nézd meg, hogy milyen. És akkor utána arról is lesz egy tapasztalatod. Tehát én arra hívok mindenkit, hogy így belül nyugodtan sok mindent ki lehet próbálni, mert akkor lesz tapasztalatod. Ha nem tapasztaltad meg, akkor nem tudod milyen. Erről most az jutott eszembe, hogy egyszer Popper Péternél olvastam azt, hogy hoztak hozzá egy kisgyereket, aki az iskolába, hát ilyen iszonyat szorongó volt. És akkor hát volt benne egy kis teljesítménykényszer, valószínűleg a szülők is megfelelően adták neki ezt a karmát át, transzgenerációsan. És akkor hát beszélgetett egy kicsit ezzel a kisgyerekkel, és hát az elmondta, hogy ő annyira fél a bukástól, hogy megbukik valami tantárgyból, hogy ő azt hiszi, hogy akkor meg fog halni. Tehát kész. Megsemmisül, mint lény. Mert aki megbukik, az nem lény. Most lehet, hogy nem így fejezte ki, de ez volt a lényege. És akkor azt a terápiát javasolta neki a pszichológus úr, hogy megnéztek egy valamilyen lényegtelen tantárgyat, ami nem olyan súlyos, és akkor megmondta neki, hogy bukjál meg belőle. És ez megtörtént, tényleg nem felelt, nem tanult, semmi, megbukott a gyerek, és utána megbeszélték, hogy még él. Élsz? Igen, élek még. Aztán persze kijavította a jegyet, és minden rendbe jött, de egy ilyen drasztikus húzással ki lett ez a félelem szedve. Úgyhogy kicsiben ugyanez a belső állapotainkkal megtehető, mondom, feltéve, ha kellően erős vagy hozzá. Itt azért vagyok óvatos, mert nyilván lehetnek olyan mérvű problémák, amihez nem vagyunk kellően erősek. És akkor itt vannak különféle szintek, lehet, hogy elég, hogyha csak közösségbe jössz gyakorolni, és néha konzultálsz velünk. Ha valakinek még súlyosabb, akkor meg lehet, hogy terapeutára van szükség. Lényeg az, hogy egy csomó minden egyébként kapcsolatban tud gyógyulni, tehát ezért jó beszélgetni is ezekről gyakorlótárssal, tanítóval, pszichológussal, akiben bízol és úgy gondolod, hogy segíteni tud neked. Kapcsolati sérülések kapcsolatban is tudnak gyógyulni. Ez egy mondjuk ilyen alapvetés, de ez egy remek eszköz, amit itt begyakorlunk. Tehát, hogy hogyan tudsz tudatosságra szert tenni, ez a zen például egy remek eszköztárat ad a kezedbe. És akkor aztán, hogy a tudatossággal, amit fokozol magadban, mit csinálsz, az már rajtad múlik. Fontos, hogy csinálni is kell valamit vele. Például ezt, hogy a haragodat megnézed, átéled, kipróbálod belül. Még azt is meg lehet ugye engedni, hogy kimész, és akkor fákat vágsz, vagy most nem tud, valami nőies példát kéne erre találni, hogy mibe lehet nőként a haragot. Favágásba is lehet, csak nem tudom, milyen vudu babába szurkodása, a tűnek, vagy valami ilyesmi. Csak ne képzeld oda, hogy kinek akarsz ártani. És akkor meg lehet ezt így tapasztalni. Sokkal jobban fogod ismerni egy idő után magadat, meg ezt is, és utána egyszer csak lesz tered ennek kapcsán. És minél nagyobb tered van, annál szabadabb vagy belül.
Köszönöm. Nagyon szívesen. Véletlenül megjelenő és nagyon furcsa testérzetekkel mit kezdjünk. Szóval valahogy van bennem valami olyan késztetés, hogy ezzel úgy foglalkoznom kéne? Vagy pedig úgy tekintsek rá, hogy ami az ülőpárnán történt, az ülőpárnán marad, és majd, hogyha legközelebb is nagyon heves testérzeteket érzek, szóval, vagy ha sokszor, akkor, tehát, vagy ez túlgondolása az egésznek? Hogyan kezeljem, ami ilyen nagyon meglepő és furcsa? Nem túlgondolás, ez egy teljesen jogos kérdés. Alapvetően ezt a második taktikát javasolnám, amit mondtál, hogy nagyon sok minden megtörténik az ülőpárnán. Alapvetően egy olyan fajta belső állapotot igyekszünk kimunkálni magunkban, ami olyan, mint József Attila a Dunánál című versben, hogy ül a Dunaparton, és nézi, ahogy a Duna folyik, és mondjuk ott a dinnyehéj, meg a hajó. Az összes többit már nem feltétlenül szeretnénk József Attilából megvalósítani, pláne a vonat elé ugrást nem. De, ugye tudjátok, van ez a kedvenc mondás, ezt nekem mindig nagyon szeretem, hogy sinem vagyunk, mint József Attila. Ez egy kellemesen ambivalens mondás. Na, de visszatérve oda, hogy azt az állapotot, hogy te ülsz egy folyóparton, és mindent látsz elmenni, az uszályokat, a motorcsónakot, a szemetet, a fodrokat, a hullámokat, de egyik után se ugrasz be. Tehát mondjuk hiába megy ott a dinnyehéj, nem ugrasz be és úszol utána, hanem maradsz a parton és szemlélődsz. Mert ez egy nagyon fontos tudati minőség, amit alapesetben nem annyira tudunk, de kifejleszthető, arra, hogy amiről itt beszéltünk, a belső szabadság meglegyen. És ez egy elsődleges dolog. Utána, ha megvan ez a szilárd látónak a tapasztalata, ez már sokkal tisztábban tud testérzeteket is, külső-belső tapasztalatokat is fölfogni, mert kitisztítottad a látásodat. Tehát egy későbbi fázisban tudnám ajánlani azt, ha még megvannak a testérzetek, hogy ha már van kellő tantien fókuszod, akkor mondjuk az adott testérzetre rá irányítod a figyelmedet, és akár egy tárgyas kérdést fölteszel, hogy mi ez, honnan jön. És nem kell kifejezett válasz rá, hanem úgy beleérzel abba a testérzetbe. És akkor, ha valami úgy eszedbe jut, akár ülés közben, akár ülés után, akkor lehet, hogy valami okot, mondjuk pszichoszomatikus okot felfedezel. Tehát mondjuk klasszikus dolog, hátfájás, és akkor mondjuk valamilyen elfojtott harag, és akkor több ilyen tapasztalatot hallottam már, hogy jó, akkor beleérzed, hogy hogyan jön a fájdalom, és eszébe jutott valami először randomnak tűnő dolog, hogy erre és erre az emberre hú, de haragszik. És amikor földolgozta magába, elmúlt a hátfájás. Lehet ilyen, nem mindig van így. Tehát van, amikor simán csak attól fáj valami, vagy attól van érzett, mert nem ültél túl sokat még mondjuk lótuszba, vagy fél lótuszba, és szokatlan a testednek. Tehát sok minden oka lehet. Első fázisában a zen gyakorlat az kifejezetten nem tanácsolja az elveszést az egyes tapasztalatokba, mert fönnáll a veszélye annak, hogy belefulladsz a Dunába. Először szemlélődünk, meg megtanulunk úszni is, és akkor utána esetleg egy-egy dolognak utána lehet menni, amennyiben még fönnáll. Úgyhogy alapvetően tantien erősítés. Én az első fázisban mindenféleképpen ezt javaslom. Van ennek a tárgyas kérdésnek és ennek a nyomozgatásnak egy ilyen allűrje, vagy egy ilyen vonzó érzete, mert akarunk valami izgalmat, meg akarjuk fejteni magunkat. Tudom, én is ilyen vagyok, meg ilyen is voltam. Amikor ilyenekbe belementem, így utólag azt mondom, hogy zsákutca volt. Mert lehet, hogy rájöttem valamire, már igazából nem is nagyon tudom,
de úgy magához, a tiszta tudathoz nem feltétlenül vitt közelebb. Úgyhogy maradjunk meg a tiszta egyszerűségnél először is. Nagyon szépen köszönöm. Itt, ott volt egy kérdés, és akkor utána ott. Kérdésem lenne, hogy amikor ülőmeditációt végzünk, és ugye beszéltük, hogy ha jönnek a gondolatok, akkor háromféle technikánk van, az első kettővel foglalkozunk jelenleg, az egyik az, hogy figyeljük a teret, illetve a zajokat, ha ez nem válik, akkor ugye felteszik a kérdést, hogy mi ez. Most a kérdésem az, hogy amennyiben, tehát hogy ha nincsenek zavaró gondolatok, akkor is mindenképpen a belégzésnél, például nekem bevált, mi ez kérdést tegyem föl, akkor is, ha nem jönnek a gondolatok minden alkalommal, szükségszerű? Első kérdés, hogy jól értettem, hogy egyébként bevált neked a kérdés, mint bevált. Gyakorlat? Bevált, csak egy kicsit úgy zúgott tőle a fejem, uh-huh. Hogy olyan, hogyha minden légzésnél én ezt megkérdezem, akkor olyan túl soknak érzem, és akkor volt, hogy leállítottam, viszont nem tudom, hogy melyik a helyes, tehát hogy folyton, folyvás nekem ezt a kérdést föl kell tennem, vagy pedig csak úgy üldögélhetek is ott. És esetleg elfogadom azt, hogy most nem jönnek a gondolatok, mert én mondjuk a középpontomra koncentrálok, és a légzésemet figyelem. Uh-huh. Én nagyon örülnék, hogyha el tudnám érni azt az állapotot, hogy csak üldögélek ott, de... Rosszul fogalmaztam, koncentrálok a légzésre, hogy az is elegendő-e tud mondjuk lenni. Egyébként alapvetően elég tud lenni. Tehát ezek teljesen egyenrangú technikák. Az egyik késsel villával levés, a másik pálcikával levés, a harmadik meg kézzel levés. Uh-huh. Igazából mindegyikkel jól lehet lakni. Van, aki késsel villával szeret enni, valaki pálcikával, valaki meg kézzel. Kultúra függő, beállítódás függő. A nagy kérdés eredete, az valahol Kínában van, amikor is volt egy zenmester, Chan mester, aki nagyon sok tanítvánnyal levelezett. Kicsit olyan volt, mint egy ilyen Tang dinasztia béli Sung San zenmester, mert Sung San zenmester is rengeteg emberrel levelezett. Írtak neki kérdést, ő meg válaszolt. Van több ilyen kötet is kiadva a legjobb leveleiből. Egyébként ezt nagyon ajánlom mindenkinek elolvasásra, ezt a levelező Sung San zenmester könyveket. Zseniális néhol. Nem csak néhol, de a legtöbb helyen. És volt ez a régi Chan mester, aki ugyanezt csinálta, csak a régi Kínába, és ilyen magasrangú, nagyon okos kínai hivatalnokok írtak neki távolról, hogy zen mester, tudjuk, hogy híres, ez és ebbe segítsen. És hát akkor ugye nem volt Zoom, meg nem volt utazás sem annyira könnyű, meg Kína nagy, úgyhogy ő ezt a taktikát választotta, hogy hát valami gyakorlatot adjunk ezeknek, az embereknek, akik egyrészt okosak és nagyon műveltek és sokat gondolkodnak, másrészt meg nem tudnak zenmesterrel meg dharmateremben gyakorolni, mit lehetne csinálni, és így fejlődött valahogy ki ez a nagy kérdés gyakorlat, hogy akkor adjunk nekik egy egyszerű valamit, egy technikát, amivel leginkább tudnak önállóan is gyakorolni, úgy, hogy egyébként marha okosak és pörög az agyuk. És ebből lett ez a mi ez kérdés, hogy adjunk valami irányt az agyunknak is, hogy most akkor azért ülök itt, hogy figyeljem mindennek az eredetét, meg azt, hogy ki vagyok én valójában, és ne azon gondolkodjak, hogy hány kínai írásjegyet fogok ráírni a legközelebbi hivatalos dokumentumra, vagy mit fog mondani a császárnak, és ez bevált. Tehát, hogy ezbe a levelezős módba nagyon szerették és jól tudták ezek az emberek gyakorolni, és megmaradt. Nem minden zenirányzatban van ez egyébként, tehát teljesen jól lehet gyakorolni enélkül is. Van ennek egyébként egy olyan íve, hogy amikor már úgy megvan ez az érzet, akkor szépen lassan úgy eloszlik a kérdés. Tehát igazándiból ez egy olyan kíváncsi figyelmet képzelj el, mint amikor mondjuk kimész egy virágos rétre, ahol tudod, vagy egy arborétumba, és tudod, hogy van valahol nagyon kicsi, nagyon ritka, értékes virág. És akkor így teljesen összpontosítasz, figyelsz, és nézed, hogy hol van a fűbe. És akkor, ha egyébként csak végsétálsz a réten, akkor nem fogod megtalálni, ha meg ott van ez a kíváncsi figyelem, akkor jóval nagyobb eséllyel.
És akkor egyébként az szokott általában történni, hogy amikor meglátsz egy olyan virágot, akkor utána körbenézel, és mindenhol ott van. Tehát ugye ez a tudatunk így működik, hogy nem látjuk, amikor képessé válunk a kíváncsiság által a befogadásra, utána rögtön ott megjelenik minden. Tehát ez egy folyamatosan fenntartott, érdeklődő, kíváncsi figyelem, ami egyébként a zen gyakorlatnak egy sarokköve, és ezt én ennyire plasztikusan meg hangsúlyozva nem láttam még más hagyományba. Ezért egyébként nekem remekül működik mondjuk egy tudományos gondolkodás mellett, mert ugyanúgy indul el, akkor vagy mondjuk kutatóként is jó, hogyha nem a megszokottnál maradsz. Persze tudod, hogy eddig mi volt, de akkor tudsz mondjuk egy korszakalkotó ötletet, de akár csak egy kisebb ötletet vagy dolgot megvalósítani, hogyha úgy nézel egy dologra, ahogy még addig mások nem néztek. Ehhez kell egy folyamatos ilyen kételkedő, kérdező, kíváncsi figyelem. És nem az, hogy benyaltál ilyen dogmákat, és akkor mindenre megvan a kész válaszod. Az kétségtelen kényelmesebb. Sokkal-sokkal kényelmesebb, és az emberek többsége azért választ valami olyan utat, amikor meg van mondva egy könyvbe, hogy mi van, mert az nagyon jól megnyugtató. És nem kell küszködni hónapokon, éveken át ilyen dolgokkal, hogy most ki vagyok-e. Meg van mondva, ott van, kész, felelősség se az enyém, és nagyon jó. Nincs ezzel semmi gond, csak ha már mondjuk úgy többre van igényed, akkor például ez a kíváncsi figyelem, ez nagyon jó tud lenni. A zen megtanít arra, hogy elviseld a nem tudást. Hogy nem tudod. Hogy nem tudod, hogy ki vagy. És igazából azt se tudod, hogy vannak az érzelmeid, a gondolataid, a helyzeteid. Nem tudod. De mégis akkor megjelenhet valami. Hogy akkor ott hogy van tovább. Nem feltétlenül szavakban, meg gondolatokban. Olyan ez, mint amikor mondjuk jön valaki, és azt mondja neked, hogy délelőtt meghalt a férjem. Erre mondjál valamit. Itt vagyok, és sír, meg minden. Erre nem lehet mit mondani. Tehát hiába elővehetsz mindenféle buddhista könyveket is, hogy igen, akkor most a férjed a bardó állapotban van, és akkor 49 napig kell dzsidzsangbószál éneklést csinálni, és akkor majd ezzel biztosan átsegíted a bardó állapotokat, hogy majd jobb formába szülessen újjá, és egyébként minden úgy van, ahogy lennie kell. A férjednek biztos ez volt a karmája, fogadd ezt el, a spirituális igazságok rendszere, hálózata összefonódik, és ott bőg előtted a nő. Ez szörnyű, tehát ilyen nagyon-nagyon szörnyű tud lenni. Egyébként van ezeknek a spirituális hagyományoknak egy iszonyatosan szörnyű oldala, hogyha így értelmezzük őket. Na most sokkal jobb az ilyen helyzetben úgy vagy, hogy fogalmam sincs, nem tudom, de ott vagy, és nem tudom, megfogod a kezét például. Az egy sokkal jobb válasz adott helyzetben. Úgyhogy ezt a fajta kíváncsi figyelmet nem lehet eléggé hangsúlyozni. Azért is próbálom ezt most ilyen hosszasan mondani. Szóval, hogyha ezt te meg tudod belül tartani, nem muszáj a nagy kérdéssel verbálisan belül foglalkozni. Hogyha megvan ez, hogy minden belégzéskor visszatérek ide, tantien, és tapasztalom a látót, hogy ez a sor, amin végig szoktunk menni, hallhatod a dharma beszédekbe sokszor, hogy először ülsz a moziba, és akkor fölúcsúsz, hogy egy film, ez film, és akkor megkeresed a vetítőgépet, és akkor látod, hogy ott is te vagy, és tekered a vetítőgépet, akkor leállítod, akkor előszeded a filmet, de akkor kiderül, hogy a filmre is a te neved van odaírva, hogy te vagy a főszereplője, és akkor utána azt is tovább mész a stáblistán, és kiderül, hogy a rendező is te vagy, meg a forgatókönyvíró is te vagy, de akkor ki az, aki írta? Tehát, hogy ezen így végmenve mindig megyünk be a hagyma rétegek legbelsejébe, amiről már nem lehet beszélni. És akkor itt van az, hogy az már úgynevezett spirituális tapasztalat, ez is egy jobb hiány szó,
modern szó egyébként, ilyen nem tudom, 20. században, tehát mondjuk úgy Buddhát megkérdeztük volna, hogy te spirituális vagy, nézett volna, hogy hát ez meg mit akar. Sőt, ha Buddhát megkérdezted volna, hogy buddhista-e, hát arra is nézett volna. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Szóval summa summarum, nagyon zavar a kérdés, és megtartod ezt a kíváncsi figyelmet, akkor legyen az a gyakorlatod. Csak viszont az viszont legyen. És minden egyes belégzéskor újra kíváncsian keresed azt a virágot a mezőn. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm, részben nekem már válaszoltál, István vagyok. Szia István. Nekem is a mi ez kérdéssel dolgoztam, és hát a legtöbb problémát nekem a pár napja a gáté-gáté mantra okozta, folyton azt köszönt be nem a gondolatok. És az a kérdésem, hogy ezzel most pillanatnyilag kezdő gyakorlóként mit javasolsz, hogy hogyan tovább? Tehát, hogy a gáté-gáté mantra jön hát benned igen. Föl. Igazándiból ugye a mantra gyakorlat az kipróbálható. Tehát ugye ezt beszéltük róla, hogy az egy olyan technika, hogy két horgonnyal rögzíted a hajót a hullámzó tengeren. Ha nem hullámzik annyira, nincs akkor a vihar, lehet, hogy egy horgony is elég, mondjuk ez a nagy kérdés. Ha meg teljesen sík a víz, akkor lehet, hogy csak horgony nélkül kibontasz egy pezsgőt, ott van a sok pucér nő, kitöltöd nekik, és aztán szelfizel, hogy itt vagyok, és föltöltöd az Instagramra. Ez a térés hangfigyelés gyakorlata. Ha már ugye kicsit hullámzik, akkor leesnének a lányok, úgyhogy akkor lerakunk egy horgonyt, és akkor az a nagy kérdés. Ha meg nagy vihar van, akkor a lányokat beterüled lentre, és két horgony. Na ez a mantrázás. Te látod, hogy vagy-e belül ennyire turbulens. Ez az egyik dolog. Ez mondjuk úgy elviekben, hogy mikor jó a mantrát használni. Egyébként meg teljesen szabad vagy abban a szempontból, hogy kipróbáld a mantra gyakorlatot. Tehát ott van, megmaradt ez a mantra, nyugodtan ülj le otthon, és párszor próbáld ki, hogy a gáté-gátéval gyakorolsz. Korábban még a videók hatására, amiket YouTube-on láttam, gyakoroltam, nagyjából minden elhangzott, és volt egy olyan technika, ami most segített, hogy kérdés az, hogy hibázom-e vagy sem, felteszem a mi ez kérdést, és utána egyből kísérem egy olyan, ahogy tapasztalom. Hogy mondd még egyszer? Tehát mi ez? És utána csak úgy megmondom magamnak, hogy tapasztalom. Tehát nekem úgy tűnik, mintha erősíteni magát azt, amit keresek. Hát egyrészt már azzal, hogy kimondtad, hogy hibázok-e, hibázol vele. Ez egy jó kis zen válasz. Ha gondolkodsz rajta, akkor az nem feltétlenül jó. Tehát ez túl sok felületet ad annak, hogy absztrakciókat hoz létre. Nem szoktuk ezt a technikát csinálni. Régen volt olyan Sung San Zen mester, ilyen nagyon szertelen amerikaiaknak mondta, hogy gyakoroltak úgy, hogy mi ez, nem tudom. Hát, don't know, és akkor ezt mondatta velük, mint egy ilyen mantra. Aztán ezt nem szoktuk tanítani, és nem is nagyon maradt meg. Ez egy ilyen többszörös mankó volt, hogy hát ez a hippi korszak, voltak ott drogosok, meg mindenféle ember volt, és egyszerűen valahogy kereste a mester azokat a különféle lehetőségeket, hogy ezeket hogy lehetne, jönni akarnak gyakorolni, hogy lehetne őket ott nyugodtan leültetni. Úgyhogy sok mindent elviekben ki lehet találni. Minél bonyolultabb a gyakorlatod, annál több problémát is teremtesz magadnak vele. Úgyhogy a mihez kérdést használnám, és utána csak tapasztalnék, anélkül, hogy megcímezném. Tehát ott legyen meg a primer valóság. Hogy ugye ez olyasmi, mint hogyha szeretnél banánt enni, és akkor valaki azt mondja neked, oda mész a piacon, hogy kérek egy banánt. És akkor azt mondja a kofa, hogy banán. Mondd azt, hogy banán.
és kell kéri tőled a nem tudom pár ezer forintot, és hazaküld ezzel, hogy mondogasd otthon, hogy banán. 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 Nagyon jó, csak nem lesz ott az íze a szájadban, nem nyelted le, nem laktál jól. Amikor megcímkézünk dolgokat, meg absztrakt réteget teszünk rá, hogy ez tapasztalat, ez Buddha, ez igazi önvaló, az valójában a banán neve. Azt szeretnénk, hogy vegyük meg a banánt, hámozzuk meg, együk meg, és kóstoljuk meg. Tehát, hogy minél inkább ide juttatod magad, annál jobb. Még a zent is el kell felejteni. Csak itt vagyok, veszem a levegőt, tartom a tantien fókuszt. Egészségedre. És ennyi. Köszönöm. Szívesen. Egy egyszerűnek tűnő kérdés. Hogyan tudom elengedni az elengedést? Nagyon jó. Azt kérdezném, megfordítanám, miért szeretett cipelni az elengedést? Adj két-három másodperc volt, amikor úgy láttam, hogy letetted. Aztán utána fölvetted újra, és azt mondtad, hogy már megszoktad. Azt a két-három másodpercet, amikor elgondolkodtál, és még nem tudtad, hogy mi a válasz, azt kell kitágítani az elengedés kapcsán. Többet mondva erről, ez egy úgynevezett absztrakciós hiba, amelyben mindannyian beleesünk, filozófikus hajlammal. Voltak, akik ebből elég szép karriert csináltak, ilyen nagy neveket emlegethetünk mondjuk a nyugati filozófiából, és most nem akarok senkit kiemelni, mert még diszkriminátornak tartanátok engem. Ez is az, hogy van az elménk működésének egy olyan funkciója, hogy mindent szeret ellenőrizni. Ellenőrizni, ellenőrizni, ellenőrizni. Ez olyan, mint egy cápa, ami, tudjátok, a cápa az olyan, hogy nem tud megállni. Tehát folyton úsznia kell, és folyton ennie is kell. És akkor igazából ez olyan, ez a gondolatcápa, vagy ellenőrzés cápa, hogy valamiről leszeded, és akkor úszik tovább, és zabál tovább. Tehát igazándiból, hogyha már ezen észreveszed magad, akkor hagyod szépen lenni az elengedést, meg a nem elengedést, meg az összes többi dolgot, és csak szépen gyakorolsz. Tehát, hogy a megoldás az ilyen nyakatekert, hogy nem próbálod tovább gondolattal ezt megoldani, hogy még akkor az elengedést hogy engedhetném el, mert ez egy ilyen szép kis kitaláció, mint a nem tudom, transzcendentális én, vagy ilyen fogalmak, amiket itt szoktunk használni. Ha elolvasod a Gyémánt szutrát, amit egyébként javaslok, ott másról sem beszél a Buddha, mint hogy mind az adott dolog fogalmát, mind pedig a fogalomnak a tagadását is el kell engedni. Tehát, hogy folyton ott vagyunk, hogy elengedés, megfogás, megvilágosodás, szenvedés. Ez mindig az egyik vagy a másik vége az embotnak. És akkor, hogyha azt mondod, hogy elengedés, vagy az elengedés elengedése, vagy az elengedés elengedésének elengedése, vagy az elengedés elengedésének 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 elengedése, akkor szépen a mérleg nyelve az így lekonyult ebbe az irányba. És akkor át lehet menni, hogy akkor menjünk át, hogy megfogás. És akkor megfogom. A bot akkor van kiegyensúlyozva, hogyha itt van középen. Tehát szépen visszaviszed az energiát innen is és innen is, és itt támasztod alá. Ezért nevezzük a zent meg a buddhizmust a középútnak, hogy szépen a széléről, mondjuk, hogy egy kereket elképzelsz, a széléről bemegyünk a centrumba, és ott maradunk, és onnan nézzük. A megfogást is, meg az elengedést is. Úgyhogy
minél kevesebb betrágódsz ezen, annál jobb lesz. Ha esetleg nem menne, amikor eszedbe jut, akkor fogd meg a dobotot, vagy fogd meg bármit, csak azért, hogy megfogjál valamit, és akkor csinálsz egy ilyet. És akkor ezzel tudod emlékeztetni magad arra, hogy például ezt az okosságot valami másba fektesd be. És akkor rengeteg jó dologra lehet használni. És kár energiát lökni bele. Nem tudom, hogy ez megválaszolta ezt a kérdést. Köszönöm. Nagyon szívesen. Pont ilyen fókusszal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy az, tehát, hogy minden meditációnál, hang- és térfigyelésnél és a mi ez kérdésnél is mindig itt kéne, hogy legyen a fókusz, tehát itt a köldök. Mert hogy a hang- és térfigyelésnél azt vettem észre, hogy nekem így itt ebben a fejmagasságban van is, hogy mindenképpen le kéne vinnem a köldök alá 2 centiméter nagyjából. Igen, ez nem megy könnyen, tehát ezt kifejezetten gyakorolni kell. Én bevallom őszintén nekem, bár nem tudom, ez tipikusan egy olyan dolog, amit nem tudsz megnézni, hogy másoknál hogy megy, ezért is nem annyira nem szoktuk kultiválni azt, hogy egymás tapasztalatairól beszéljünk, mert nem tud összehasonlítani. Én nekem kifejezetten tudom, hogy nehezen ment, és még sokszor nehezen is megy, mert nem szoktuk ezt meg, pláne, hogyha sokat gondolkodunk, beszélünk, most például itt vagyunk mindannyian, mert én itt próbálok beszélni, ti meg megpróbáljátok fölfogni. Persze ez is mehet úgy, hogy minél intuitívabban innen csinálod, például amikor egy, mondjuk azt mondanám, egy színész játszik, vagy egy művész énekel, akkor az általában akkor jó, ha valami ilyesmi pontból, és nem innen megy, zsigerből, de azért ezt nehéz megvalósítani, úgyhogy én alapvetően azt mondanám, hogy onnan indulnék ki, hogy erre a testérzetre, hogy itt ez az alsó hasfal kitágul, összehúzódik, erre az érzésre figyelj. És akkor lehet ez, hogy ha nem megy, külön is gyakorolhatod, hogy milyen ez az érzés, és igazándiból ennek a lényege csak annyi, hogy megpróbálták valahogyan a figyelmet innen kivonni. Persze, ha megvan ez az érzet, attól még ugyanúgy a füleddel fogsz hallani, meg a szemeddel látni. Szoktuk ezt a hasonlatot használni, amitől tartózkodni szoktam. Én, amikor kezdőoktatásba vettem részt, akkor ezt mondták, hogy halljak a tantienemmel, meg érezzek a tantienemmel, meg lássak a tantienemmel. És akkor így, ez most mi? És akkor nagyon sokáig szenvedtem ettől, hogy halljak ezzel, meg hogy érezzek ezzel. Ez egy tapasztalat, egy jelleg, hogy itt van a figyelmed, de mégis hallasz és látsz. Inkább azt mondanám a negatív oldalról, hogy nem itt a figyelem. Nem itt a... Például, hogyha meditálsz, sokszor eljössz hosszú elvonulásra, és mondjuk fáj a fejed, elkezd megfájdulni a fejed a nap végére. Az például egy elég tipikus jele annak, hogy nem volt itt lenne az energia, hanem itt. Ezt én nagyon sokszor elkövettem, hogy így mindig iszonyat fejfájással mentem ágyba, mert pörgött ez, és nem működtek a zen technikák, tehát hogy ez is egy jó élmény volt. És aztán szépen lassan valahogy úgy ráérez az ember erre, mondom, nem véletlenül mondtam ezeket a hasonlatokat reggel, hogy úszás, biciklizés, zenélés, mert ez inkább egy ilyen zsigeri dolog, mint tanult okosság, és ezért mutogatunk mindig a tapasztalathoz, hogy nagyon más az, ami itt történik, mint amit a Dharma beszédben, meg a Csili-Vili videókban látsz, mert nem hamis az, csak az maga az intellektuális réteg, és aztán utána ott vagy ezekkel a dolgokkal, hogy na most akkor konkrétan hogy van a tapasztalatod, de az a jó, hogyha minél többet csinálod, akkor az már a te általad megemésztett zen gyakorlat lesz, nem pedig valaki másé. Mert egyszerűen én gyakorolhatok akármennyit, helyetted nem tudom kigyakorolni. Meg Csongan Szunim se, meg a Buddha se tudja helyettetek megcsinálni. Az voltaképpen nem segít. A többi gyakorló mondjuk annyiban tud segíteni, hogy esetleg ott van a gödör szélén, és mondja, hogy hát inkább arra kéne menned.
és akkor megint neked kell menni. Visszatérve ide, hogy akkor maradjunk meg ennél a nagyon egyszerű testérzetnél, ezt fejleszt ki, hogy meglegyen ennek az érzete. Akár úgy, hogy napközben, bárhol, várakozás közben, tévénézés közben tudj erre figyelni, egy légzéssel vissza tud idézni, hogy mi ez a tapasztalat, és aztán szépen lassan menni fog az is, hogy így benne vagy a térbe, láthatsz ilyen néhány-egy-két ilyen fotót ilyen régi japán zenmesterekről, aki ilyen nagyon látszik, hogy így teljesen be van fókuszálva ide középre, ül, és csak megjelennek körötte a gyakorlók, és nem szól semmit, és akkor várják a tanítást, és egyszer lehet, hogy annyit mond, hogy uff, és akkor mindenki azt mondja, hogy hú, de jó. Tehát, hogy ezt el lehet érni, nyilván ezek a nagymesterek, ezek egész életüket ezzel töltötték, úgy bizonyos szempontból könnyebb, de nagyon jó lehet ezt csinálni úgy, hogy éled az életedet. Tehát az a jó hír, hogy ez egyáltalán nincsen kötve hosszú-hosszú szerzetesi gyakorlathoz, az egy olyan életstílus, viszont az mindenféleképpen jó, hogyha időről időre egy ilyen hosszabb csoportos gyakorlatra is eljössz, mert én azt mondanám, hogy az otthoni az úgy inkább egy szinten tartás. És mondjuk, hogyha el tudsz jönni egy olyanra, hogy akkor 3 nap, vagy 10 nap, az azért nagyon jó, mert eleve ki vagy emelve a közegedből. És az a mindenféle változás szempontjából jó, hogy ki legyél emelve a közegedből, mert nagyon súlyos szenvedélybetegeknek is sokszor ezt javasolják, hogy volt egy ismerősöm, mondta, aki ebben ilyen szakértő, hogy hát egyszer jöttek hozzá, hoztak egy gyereket, a szülők, hogy hát valamilyen, aztán talán játékfüggő, vagy valamilyen függő volt, és akkor egy tehetős családról volt szó, úgyhogy akkor azt javasolta ez a függőség szakértő ismerősöm, hogy ilyen 18 év körüli volt a gyerek, fizessétek be egy évre, valahova jó messzire, dolgozzon valamit, utazzon, és így ki tudott jönni a függőségből. Ez egy drasztikus példa, de ugyanez egy elvonuláson megvan, hogy kiszeded magad a környezetedből, és akkor itt csak a gyakorlatra fókuszálsz, és akkor belekerülsz egy ilyen térbe, ahol az MR is, meg a röntgen is, meg az ultrahang is képet csinál rólad, leginkább saját magad számára, és akkor látod azt, hogy mi van belül, meg ezeket a testi gyakorlatokat is el tudod mélyíteni. Úgyhogy ez egy olyan út, ami ilyen formán járható világiként is. Ezt csak azért mondom, hogyha esetleg valaki elszomorodna, hogy nincs elég idő gyakorolni úgy, hogy egyébként munkája meg családja van, teljesen jól lehet ezt is csinálni, és elegendő tud lenni. Úgyhogy alapvetően ezt javaslom, hogy először csak tantén, és akkor rakod rá aztán a többi réteget is, és ez egy ilyen nagyon szép szerves egészét tud egy élményé kialakulni, amennyiben már ráéreztél. És még egy olyan kérdésem lenne, hogy miért pont a köldök alatt 2 centire fokuszálni? Azért, mert emögött nem nincsen létfontosságú szerv, tehát mondjuk szív vagy agy, és a taoista rendszerben 3 ilyen nagyobb tantien vagy energiakert volt, egy alsó, felső, középső, és akkor a taoisták ezt az alsót választották, hogy egy ilyen leföldelő jellegű gyakorlatot csináljanak. Vannak más hagyományok, ahol mondjuk inkább vizualizálnak, ahol a fölsőbb dolgokat is használják, az egy más megközelítés, ezt inkább megint abba a kategóriába sorolnám, amit itt az előbb is beszéltünk, hogy késselevés, villávalevés, kézzelevés, kanálalevés, más-más megközelítés. Itt a zenben ez honosodott meg, ez az egyszerű, tiszta, leföldelő, a jelenbe visszahozó gyakorlat, amire a tapasztalat azt hozta ki több száz év, több ezer év alatt, hogy ez jól működik. Lehet máshogy is, tehát nem ez az egyetlen létfontosságú, vannak olyan lelki gyakorlatok, ahol a kézbe figyelnek, vannak, ahol máshova. Ez
egyik sem jó és rossz, egyfajta metódus. Itt a zenben ez, ami elterjedt. És még annyit tennék hozzá, hogy ugye az a taoista energetikai elmélet hozzá, hogy itt csatlakozol, gondolom valahogy abból okumlálták ki, hogy mint a köldögzsinór, itt csatlakozol magához a nagy energiához, a világegyetem energiájához. Van egy ilyen, ugye, amit Szunimtól szoktál, hallhattok, hogyha néztek videót, hogy van a te energiád, van a világegyetem energiája, és hogyha vissza tudod magad idehozni, és a gondolkodás nem áll az útjába, akkor ez egyesülni tud egy nagy energiává, egy egyesített energiává, ami úgymond nagyon sok mindenre képessé tesz. Tehát nem viszi el ezt a belső munkavégző képességedet sok kis trauma, sok kis karma, sok kis megszokás, hanem egyesül, és aztán ez az, ami az igazán nagy változásokat létre tudja hozni. Ennek egy aspektusa a zen kör, hogyha hallottál már róla, amely leírja azt, hogy nagyjából hogy néz ki, milyen aspektusai vannak a gyakorlatnak, hogy van, amikor még fogalmilag érted meg a tanítást, aztán elindulsz, akkor esetleg lesz egy egységélményed, vagy ürességélményed, és ezt ki lehet színezni, ez most csak nagyon a váza, és aztán van az a pont, ahol szabadon cselekedhetsz, szabadon átalakíthatsz bármit bármivé. Ennek az az előfeltétele, hogy ebben az egyévállásban van egy ilyen belső tapasztalatod, hogy rá rakod a telefonodat a minden föltöltő töltőre, és akkor utána bármeddig tudsz telefonálni, meg bármeddig tudsz játszani vele. És aztán utána van még egy pont a zen körön, amikor még ez a nagyság is, még ezen a nagyságon is tovább lépünk, és akkor marad az az egyszerű, tiszta pillanat, hogy te kérdezel, én megválaszolok. Vagy fordítva. Úgyhogy ez ennek még az energetikai oldala ennek a tantien fókusztak, hogy minél inkább ez az egyévállás tapasztalat úgy tudatilag, mind energetikailag megvalósulhasson. Nagyon szívesen. Olyan kérdésem lenne, hogy ha eljöjjük egy néhány másodpercet ezt a tiszta tudatállapotot, akkor utána ezt tartani, ez koncentráció, vagy valami más, amivel lesz az állapotot lehet tartani? Nagyon jó a kérdés. Igazándiból a hosszú távú cél az, hogy ezt felhasználjuk arra, hogy belső szabadságot érjünk el. Ez jó sok év munka, és nem egy ilyen dolog, hogy egyszer csak akkor majd így egy ilyen, nem tudom, aranybuddhaként fogsz kisétálni innen, és akkor már minden happy és jó lesz. De minél többször van egy ilyen jellegű tapasztalatod, annál kevésbé szorít a gondolkodásod, vagy mindaz, ami egyébként benned van. Ugye ezt a fajta dolgot próbálják meg azok átugrani, akik mondjuk ilyen spirituális céllal valamiféle kémiai anyagot fogyasztanak, tehát begombáznak, ajahuaszkáznak, akármifélét csinálnak. Ugye ezek azért nagyon kockázatosak, azon kívül, hogy egészségügyi és egyéb kockázat merül föl, mert hogy amit tapasztalsz, az egy megerőszakolt tapasztalás. Tehát, hogy nem saját ütemedben vannak tapasztalatod, mondjuk az, hogy gondolkodás járma alól felszabadulsz, hanem mesterségesen és szerfüggő módon, ami hosszú távon nem jó. Ez, hogy szépen leülünk, ez egy lassabb út, egy józanabb út, de amit tapasztalsz, azt már éppen el tudod viselni. Úgyhogy alapvetően nagyon örülünk, hogyha van ilyen tapasztalat, és aztán hagyjuk is elmenni. Tehát van még egy réteg, hogy függetlenül, hogy mit tapasztalsz, ezt már korábban is beszéltünk, nyugalmat, egyéválást, gondolkodást és szétesettséget, ezt látod menni. Mert valójában amit keresünk, az még a nyugalom se, hanem maga ez a látás, ami látja.
Úgyhogy ezt a középen ülést gyakoroljuk újra, és újra, és újra, és amikor aztán fölállsz az ülőpárnáról, akkor csak éld az életedet. És bíz abban, hogy működik a tudat. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy semmi olyan mesterséges állapotot fönntartani egyébként nem kell, amiről úgy gondoljuk, hogy mondjuk ez a nyugalom az. Lehet nyugalom a gyakorlatban, aztán megváltozik. Az a lényeg, hogy te urad vagy-e magadnak, tudatos vagy-e az adott pillanatban. És ez nem egy görcsös, koncentrált állapot, hanem sokkal inkább csak egy összeszedettség. Köszönöm. Nagyon szívesen. Ilyen korábban ilyen lelkes gyakorló voltam, aztán abban maradt egyébek, és csináltam egyszer egy olyat, hogy úgy gondoltam, hogy abban az állapotban vagyok, és így megkérdeztem ilyen ellazult állapotban, hogy mi az én karmám. Uh-huh. És hát kaptam is egy olyan választ, ilyen villámgyorsan, gyerekkoromból, amitől azt állt egy ilyen 10 perces zokogás. Aztán utána megkönnyebbültem, valószínűleg a sírás vagy egyebek, hogy ezt erről mi a meglátásod? Hogy okos dolog volt, vagy kevésbé? Mit gondolsz erről? Hát megcsináltad, sírtál egy kicsit, és aztán utána jobban lettél, most például nem sírsz. Nézd, igazából nem mondanám, hogy okos vagy nem okos. Én azt tudom mondani, hogy a zen gyakorlat szemszögéből, mint ahogy erről már beszéltünk, önmagában a vájkálás vagy a mélyre ásás nem cél, nem elsődleges cél, hanem annak a tapasztalata, ami minden mögött van. Ettől függetlenül lehet ez tanulságos, meg úgyis normál esetben, ha végzed a gyakorlatot, mindent föl fog hozni a tudatod, amivel neked foglalkoznod kell, ami egyébként belül téged foglalkoztat, az meg fog jelenni, és hogyha normál ütemben csinálod a gyakorlatot, akkor úgy működik ez, mint a májunk, hogyha nem terheled szét a májadat alkohollal, mindenféle méreganyagokkal, túl sok evéssel, akkor a máj a legjobb méregtelenítő. Tehát szépen mindenféle dolgot kirak a szervezetből, és nem kell semmiféle durva méregtelenítő kúrákat, meg labor kúrákat és aszkézist végezni. Ugyanígy a tudatunk is olyan, hogyha tudatosítod magad minél inkább kimunkálsz magadban egy ilyen éber figyelmet, annál inkább, ami éppen följön, azt úgy tudod látni a maga mi voltában, és akkor majd szépen elmegy. Van, amikor ez a célzott ilyen elmélyedés lehet, hogy csak megrekeszt. Majd jön a tapasztalatból, hogy érdemes. Van, amikor meg nagyon jó. Tehát ami föl fog merülni a gyakorlat során, azt, ahogy megbeszéltük, engedd meg, lásd meg, és aztán hagyd el menni. Ez van, amikor rövid idő, van, amikor nagyon hosszú idő. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen mindenkinek a kérdéseket, a részvételt, a közös gyakorlást. Nagyon jó, izgalmas kérdéseket tettetek föl, ez jó. Ezt tartsátok meg a gyakorlatotokban is, akkor is, hogyha végzitek a nagy kérdéses gyakorlatot, akkor is, hogyha nem. Ezt a kíváncsi, tiszta figyelmet, és nagyon remélem azt, hogy valamiféle tapasztalatot elvisztek most innen, és meg tudjátok majd az életetekben is ezt jeleníteni, és használni, és élni, és várunk titeket szeretettel vissza gyakorolni bármikor, amikor kedvetek van. Én nagyon remélem, hogy ezt közösen fogjuk tenni minél többször a jövőben. Köszönöm szépen mindenkinek!